Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves kollégák, én is szeretném megköszönni ezt, ennek a közös rendezésnek a lehetőségét, és azt is, hogy ezen notabilitások fényei és egyben árnyéka alatt állhatok én magam is. Itt nem kis nyomás az emberen a magyar kultúrtörténetnek ezen személyiségei előtt szerepelni, vagy éppen leszerepelni. Mindenkit szeretettel köszöntök magam is, ugye kábítószeres világnapról van szó. A mai napon ennek ugye már is két üzenete van, hogy egyáltalán kábítószeres világnap van, az egyrészt szól annak a problémának, amelynek merituma, nagyságrendje már olyan, hogy világnapért kiállt, másrészt pedig azért ünnepeljük, vagy üljük inkább meg ezt, mert hogy a politika, a politikum világa is ilyen megnövekedett percepcióval, érzékenységgel, szenzibilitással tekint erre a napra. Simai Mihály mondataihoz annyiban mindenképpen kapcsolódnék most is, hogy hát kívánnám magunknak, hogy legyen alkoholellenes világnap is. Evesszeben inkább alkoholért világnapok vannak, mint egy 365 példányban évente, mert valóban ennek a nagyságrendje mindenképpen sokszorosa. Evel a kérdéssel egyébként a jelentés maga is foglalkozik, amelynek főbb pontjain szeretnék keresztül futni. Főleg, hogyha igen, így néz ki a jelentés, ugye, nagyon szép. Egyben megállapíthatjuk, hogy a léjartja külseje is megújult ennek a jelentésnek, de egyben le is rövidült. A főbb jelzője, jellemzői ennek a mai vagy idei jelentésnek az, hogy jelentősen lerövidült, és a statisztikai adatok nagy része egy külön kiadványba került át, így is 102 oldalt tesz ki a jelentés, és azon belül persze a kötelező részekkel a főigazgatói előszóval, illetve bevezetővel együtt utána két összefoglaló fejezetben tárgyalja a különböző kérdéseket, azon belül 9 alfejezetben, összesen 19 ábrával és 60, táblával és 63 ábrával, és persze utána van annex és kvázi szótár, amelyik tényleg értelmezi ezeket a jelenségeket. Juri Fedotov, a főigazgatója a hivatalnak, az említett hivatalnak, aki orosz diplomata, és éppen ezért különösen is fontosnak tartottam, hogy a bevezetőjében ezeket a nagyon fontos gondolatokat találhattuk. Ugye a feladata a UNODC, illetve az egész Egyesült Nemzetek Szervezete kontrollmechanizmusainak egyrészt egy integrált válasz kialakítása, tehát interregionális és ügynökség közötti összehangolt válaszoknak a megtalálása, ezek alapvetően kínálatcsökkentési típusúak, másrészt pedig a megelőzésre, a kezelésre, az alternatív fejlesztésre és az alapvető emberi jogokra való támaszkodás gondolatisága. Ez az utóbbi, akik ismerik az ENSZ világát, tudják, hogy az elmúlt években erősödik ez a gondolat. Nemrégiben jelent meg egyáltalán, és ez nagyon fontos, hogy itt is a balanced approach ennyire kifejezésre kerül. Ugyancsak főigazgató úr írja előszavában, hogy erősödik annak felismerése, hogy a droghasználó kezelése és rehabilitációja nagyobb hatékonyságú, mint a megbüntetésük. Ez egy rendkívül fontos dolog. Én örömmel olvastam ezt a büntető törvénykönyv szigorítása másnapján ezeket a gondolatokat. Jó lett volna, hogyha pár nappal korábbra kerül át a kábítószeresek világnap időpontja. A drogkontroll azt jelenti, hogy helyreállítjuk az egyensúlyt és nagyobb figyelmet szentelünk az egészségügyi oldalnak, a túladagolások, a pszichiátriai problémák, valamint az olyan fertőzéses esetek, mint a HIV és a hepatitis csökkentésével. Ez is egy fontos üzenet, nyilván nem véletlenül jelent meg főigazgató úr bevezetőjében. A jelenlegi drogprobléma jellemzői a UNODC globál perspektívájában, ami egy nagyon sajátos, az egész világra való rátekintésből származik. Egyrészt az, hogy mennyire dinamikus ez a jelenség, mennyire állandóan változó karakterrel bír, hogy mennyire
a különböző jellemzők mennyire mozognak, és éppen ezért nehéz ugye egy mozgó célpontra lőni. Ezen belül az, hogy továbbra is azonban elsősorban a város és azonban is a városi fiatal férfiak körében jelenik meg a drog probléma, ez különösen is a második és a harmadik világra érvényes, hogy a pszichoaktív szerek skálája mennyire széles, mennyi felé kell rátekinteni az ellenőrző mechanizmusnak, és ez persze a legális és illegális mezőny egészére érvényes, hogy mégis azt lehet mondani, hogy a drog terhelés, a drog probléma terhelése meglehetősen stabilan alakul az elmúlt időszakban, nincsenek nagy változások, mégsem legalábbis a prevalencia adatokban, bizonyos szocioökonomiai változókban, tehát stabilan nem jó a helyzet, mondjuk úgy, de nincsen hirtelen romlás sem, ami egy fontos szempont. Néhány fejlődő országban azonban jelentősen erősödik a probléma, és az új kihívások mindenképpen onnan fognak érkezni. A drug control mechanizmus az illegális szerek problémáját pedig messze a legálisok alatt stabilizálta, állapítja meg ez a jelentés, ami azt jelenti, után lefordítva, hogy a UNODC úgy látja, hogy a világméretű drug control mechanizmusok az illegális mezőnyt jelentősen kisebb potenciálra szorították, mint amilyen egyébként a legális, az alkohol és a dohányzás igazi egészség és társadalom terhei jelentenék. A nagyságrend a saját adatai alapján 10:1, tehát hogy 10-szer akkor az a legális szerek terhelése. Társadalmi-ekonomiai hatások, óriási méretek, rengeteg szám szerepel persze ebben a jelentésben is, hogy ez milyen óriási terhet jelent. Azt lehet mondani, hogy maga csak a drog kezelés és a GDP 0,3-0,4%-át adja, ennél azonban a terhelés sokkal nagyobb, szocioökonomiai szempontból elérheti akár a 1,5-2%-ot. Hozzátenném azt, kisebb betűvel lehet látni talán, hogy a szenvedélybetegségek össztársadalmi terhe a WHO adata alapján 4-6% a GDP-nek, ha legálisakat is hozzátesszük, tehát ez egy jelentős, nagyon jelentős szám, ugye tekintettel a magyar mintegy 30 000 milliárdos GDP-re, hát ez is, hát ugye 1500 milliárd forint nagyságrendű tehertételt jelent, ezen belül az illegális jóval kisebbet. És hát persze a drog kereskedelemmel együtt járó kriminális kockázatok és terhek mértéke pedig jelentősen nagyobb, ennél 1,6, akár 2%-ot is elérheti a GDP-nek átlagban az országok átlagában, ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ennek a mértéke akár 60%-ot is elér. Pontosabban úgy fogalmazhatnék, hogy például Afganisztánban a nemzeti jövedele mintegy 60%-a származik természetesen illegális előállításból, ami nem kevés, és persze milyen kevés a maradék 40. 4,5 millió fogyasztó kerül kezelésbe a világon. Ennek azonban az aránya ugyanolyan aránytalan, mint ahogyan Bayer Pista bácsival szoktuk ezt évente mindig megállapítani a DDD-k kapcsán, ugye hogy az eloszlások mennyire igazságtalanok. Hát 3 millió ember kap kezelést a 4,5-ből az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió területén, és az világ egész további részén, ez 10% a világ populációjának, ugye ez a két terület, az 90% azonban csak 1,5 millióval részesedik, miközben adott esetben a problémás és függő fogyasztók aránya az adott ország populációján belül jelentősen nagyobb. A droghelyzet jövője a UNODC riportja alapján, tehát a World Drug Report alapján, az, hogy alapvetően a súlypontok a fejlettől a fejletlenebb, vagy a fejlődő világ felé rakódik át, ott jelennek meg az új kockázatok, veszélyek, hogy éppen ezért ott szükségszerűen kisebb a védekezési és a kontrollmechanizmus potenciája, hogy a fejlődő országban demográfiai okoknál fogva szükségszerűen nőni fog ez a probléma, hiszen a drogfogyasztás, mivel alapvetően ifjúsági probléma, az ottani demográfiai robbanásokkal együtt fog fejlődni.
hogy a gender gap, a nemi különbségek jelentősen kisebbedni fognak a jövőben, a mostani súlyosan férfi, ez lehet egyfajta ilyen férfi emancipációs törekvés eredménye is, ez persze csak rossz vicc volt. A legsúlyosabb szerek, a heroin és a kokain fogyasztása jellemzően világméretekben csökken és csökkenni fog. Ezzel szemben a cannabis fogyasztás mértéke és társadalmi súlya stabil marad, és nagy valószínűséggel a szintetikus szerek és az új szerek jelentősen növekedni fog a jövőben. És ehhez tartozik az, hogy a világban továbbra is fent fog maradni a nagyon eltérő drogpolitikai szemléletek és ebből fakadó különböző drogpolitikai válaszok, válasz együttesek különbségei. És akkor néhány adatot mutatnék meg, de ezen tényleg már csak futunk keresztül. Nem hálás feladat, hogyha az ember sok számot is mutatna, akkor azokat meg kéne jegyezni, de hát látjuk azért mégis, hogy a cannabis alapvetően a leginkább használt szer, de ezt eddig is tudtuk, és ez nyilván így is fog maradni. Ehhez képest ez körülbelül a világ lakosságának 4%, felnőtt lakosságának 4%-át teszi ki, akik az elmúlt évi, tehát évi prevalencia szinten cannabis használtak, a többiek ennek töredéke 0,6, maximum 1 az amfetamin esetében. Ezen a térképen látszik, vagy nem látszik, hogy a cannabis használatnak a súlypontjai alapvetően a jóléti világot érintik. Kisebb ablakban az európai terhelés is látjuk, Magyarország a saját alacsonyabb prevalencia adataival nem a nagyon kitüremkedő országok közé tartozik. Ezen a térképen pedig azt látjuk, és itt van az igazán nagy veszély, hogy az opiát használat és ezzel kapcsolatos társadalmi terhelések hogyan alakulnak, és azt látjuk, hogy ugye hogy Oroszország az, amelyik stabilan és masszívan képviseli ezt az ügyet, 3 millió körüli az intravénás droghasználóknak a száma, 1%, másfél százalék az ország lakosságának, nagy része ezeknek HIV-fertőzött, és más fertőzéses megbetegedésekkel is küzdenek, rendkívül rossz szociális állapotok között. Szóval ez egy igazi, nagyon komoly kockázat, nem csupán helyben, hanem határokon túl is, ami rendkívül kevés társadalmi válasz adódik. Itt pedig azt látjuk, hogy ezzel szemben hogyan alakul az opiát lefoglalásoknak az aránya, és azt látjuk, hogy éppen a leginkább érintett területen rendkívül kismértékű a lefoglalás aránya, ezzel szemben azonban legalább csökken is. Tehát, hogy a helyi, egyébként óriási részben rendőri, részben militáris erők sem képesek a lefoglalást jelentős méretekben megoldani. 1% körül van az ország domestikus használatba kerülő, elsőben Afganisztán felől bekerülő heroin szállítmányoknak a lefoglalási aránya. Látjuk az opium termelés potenciális változását, hogy itt volt 2 év, ami nagyon érdekes, 2001, amikor egy rendkívül rossz termés Afganisztánban nagyon alacsonyan tartotta a produkciót, illetve 2010, amikor az országban, szintén Afganisztánban elhatalmasodott növényi betegség okán rendkívül alacsony volt a produkció, de egyébként stabilan magas, és ebben tovább is 85%-i nagyságrendben Afganisztán vesz részt. Itt láthatjuk, remélem, hogy látják is, mert ez tényleg egy fontos tábla, a legális és illegális szerek prevalencia adataiban való eltérést, egyrészt az első oszlop, a leginkább piros oszlop, az az alkohol éves prevalenciája, majd a következő az az elmúlt hónapi prevalencia, és a harmadik, a kék, az pedig a heti keményívásos prevalencia adat. Ehhez képest a következő, a középső hármasban a dohányzás és a harmadik részben pedig az illegális szerek fogyasztása van, és látjuk az eltérésnek az óriási voltát.
Hadd jelezzük itt azért egy zárójelben, hogy az erre vonatkozó, ezekre az eltérő nagyságrendű problémákra vonatkozó társadalompolitikai megoldások is ugyanilyen nagyságrendűek, csak pont ellenkező irányultságúak. Tehát a legnagyobb terhelést jelentő alkohol problémára Magyarországon is jelentős legalizáció, szélsőséges legalizációs törekvések vannak, szemben a kábítószerrel, amire vonatkozólag pedig ugyan ilyen kilengésű kriminalizációs. Ez a ugye a betegségekből származó egészségügyi tehermutató, körülbelül magyarra lefordítva, amelyik szintén, ezek nagyon picik ezek az adatok, de azt mutatja szintén, hogy hogy a legális és az illegális adatok között óriási a különbség. Körülbelül 3% például a droghalálozás tekintetében a legálishoz képest az illegális. Világméretekben is. Tehát a legális szerek következtében előálló halálozás mértékehez képest 3% az illegális halálozás. Illegális alatt nem azt értjük, hogy nem szabadna, egyébként sem jó, de illegális szerek fogyasztása következtében. Ez a tábla arra lenne hivatott, hogy azt mutassa, hogy míg az alkohol és a dohányzás az egész életkorra kiterjedő terhelést jelent, addig a illegális kábítószerek alapvetően az ifjúsági korosztályt érintik. Ez körülbelül ugyanaz, csak német kontextusban lehet látni az alsó görbén, hogy az életkor növekedésével mennyire szinte nullához kezd korrelálni az illegális fogyasztás, míg stabilan fedi a népességet egész életkorban a legális fogyasztás. Itt néhány illegális drog használattal kapcsolatos prevalencia adat, és ehhez képest lehet látni, talán ebből a táblából a legfontosabb üzenet az, hogy a teljes használathoz képest, éves használati prevalencia adatokhoz képest a függő és problémás fogyasztók aránya hogyan alakul, ezek a sötétebb alsó csíkok ezt az arányt képviselik. És akkor ez egy nagyon érdekes matematikai modell, amit megjelenik ebben a kiadványban, aki többet akar róla tudni, olvass el, sokat kellene beszélni, de azt mondja ezzel az egyébként ebben a nagyságrendben itt most nem fogyasztható ábra azt akarja üzenni, hogy a drug control mechanizmus segítségével egyrészt a drog keresleti oldalát jelentősen lehet tompítani, még a kínálati oldalát szintén. Szóval, hogy tehát a tényleges és a kontrollmechanizmus nélküli vélelmezett arányok így alakulnának, de erre most nincsen módunk, hogy ezt jelentősen megtárgyaljuk. Talán ez a két ábra szintén érdekes, hogy amikor azt mondjuk, hogy Európában is, és a mi országunkban is a cannabis használat a legnagyobb mértékű kérdés és probléma, akkor ezért érdemes összehasonlítani például az Egyesült Államokéval, ahol egyébként az egészségi mutatók általában jobbak, mint Magyarországon, de például a cannabis használat egyébként más illegális szerhasználat mértéke is sokkal magasabb. Itt az Egyesült Államok adatait látjuk, a számokat is látnánk, akkor abból az következnék, hogy akár csak az elmúlt havi prevalencia 23% körül van a 12 és 34 évesek között, tehát mondjuk alapvetően a fiatalok körét, míg mondjuk a Európában ennek töredéke ugyanez az adat, akár még az éves prevalencia szinten is. Akik adatokkal foglalkoznak, azok tudják, hogy ez jelentős különbséget jelent, tehát még a cannabis használat is sokkal kevésbé jellemző Európában, nagyságrendel kisebb, mint az Egyesült Államokban. Még egy ábra talán, ez pedig az Európai Unión belül a droghalálozás mértéke, a droghasználattal kapcsolatos halálozás mértéke, amelyik azt mutatja, hogy ez alapvetően egy nagyon nagy mértékű növekedés követően a 2000-es évek, sőt már a múlt évezred 90-es éveinek közepétől fogva már kifejezetten stabilan alakult, enyhén csökkenő tendenciát is mutat.
Szemben az Egyesült Államokkal, ahol ez egyébként növekszik, ez azért is nagyon fontos, mert ugye az opiát terelés ott is nagyon magas. És akkor az hiszem, hogy igen, ez azért fontos talán, mert igen, most már tudom, hogy miért hoztam ezt az adatot ide, mert hiszen az UNODC nem csupán az illegálissal, hanem a legálisok nem legális felhasználása, nem orvosi előírása felhasználása is természetszerűen foglalkozik. És itt az oxikodon adja, az a szer adja itt a legnagyobb problémát, amelyik itt a felső piros vonalon helyezkedik el, és amelynek ez a magyarázata, vagyis, hogy az oxikodonnak a nem orvosi rendelésre való felhasználása alapvetően az internetes pharmacy-kon keresztüli növekedés, elsősorban a fiatalok között, tehát kifejezetten kábítószer használat célzatú felhasználása óriási mértékben növekszik, ezt mutatja a felső piros vonalnak a meredeksége. Köszönöm a figyelmet, rendkívül sok adat van egy ilyen jelentésben, amely egyébként csak 2 nappal vagy 3 nappal ezelőtt érkezett el hozzám, de ennek egy ilyen kivonatát szerettem volna adni. A probléma itt van, a probléma elsőben azokban az országokban jelent azonban komoly és nagyon komoly problémát, amelyik a társadalmi életet is meghatározó problémává növi ki magát, ahol nem megfelelő drogpolitikai válaszok kerülnek alkalmazásra. Erről talán a kerekasztalon majd többet fogunk tudni beszélni. Köszönöm szépen a figyelmüket és hogy meghallgattak.